Sí. Így mennek a dívák. Nézzük. Amúgy úgy történt az egész, hogy igazából nem tudtam kitalálni, hogy mit akarok csinálni. Először megfestettem a színt, egy ilyen opak mintát próbáltam ide festeni. Hát, hogy mondjuk háromszögből, négyzetekből, egymással csúszva, vagy egymás mellett vannak, a üres részeket lehet színeket rakni. Ami nagyon fontos, hogy fejbe kéne készen lenni, hogy abban a helyzetben, amivel majd találkozol, azt meg tudjad oldani. Ilyen hajat most senkinek nem tudsz levágni, mert senki nem fogja bevállalni. Engem rábeszélt. Az egyik ilyen vendéged a Büki, ugye? Igen. Van neki egy tanítványa, aki táncol nála, és akkor így nálam vágatja a haját, modellkedett is, meg minden. És akkor végül mondta, hogy klipforgatásra nincs fodrásza. És akkor felajánlottam magam, és akkor végül megismerkedtünk, tök jó együtt tudtunk működni. És akkor azóta is úgy együttműködünk, már két klipbe vettem részt, meg voltam vele az MTV-n, szóval úgy nagyjából úgy visz mindenhova, mert úgy bennem bízik, aztán megszokott. Épp meséltem nekik, hogy milyen könnyű tételt húztam a utolsó vizsgálomon. Én meg azt mesélem mindenkinek, hogy milyen gyönyörű választékosan beszéled a magyar nyelvet. Sok magyar megirigyelhet, nagyon szépen választékosan, és igazán. Hát még... Takarod. Vícsent megismerjük. Tessék vizezni a hajamban. Vizezem. Anyáik már szerintem 94 óta itt élnek. Én 93-ban születtem, úgy Kínába, és én kimaradtam nagyszülőkkel, ők meg pedig itt voltak, aztán most úgy, hogy a nagyi már öregszik, és akkor már ki kellett jönnöm, aztán itt is el kellett döntenem, hogy mi akarok lenni, és akkor végül fodrászatot választottam. Azt mondom magamnak, hogy amit akarok, azt mindig elérem, de viszont mindig időigényes, szóval nem az, hogy mondok valamit, és akkor meg is valósítom, hanem azért mindig dolgozni kell utána, és tenni kell érte. Igazából nem is az eredmény számít, hanem hogy ami az idő alatt eltelik, hogy mit tudom, van 40 percet, és mit tudsz levágni. És az a tanulság például, hogy hogyan vágod le, mivel vágod le, és beosztod, hogy mennyi idő alatt melyik részet vágod le. Ezek mind számítanak, és a sok-sok verseny, meg a sok-sok idő után fogsz ráérezni, mert egyből persze senki nem tudja, hogy kell azért normálisan versenyezni. Most vagyunk a versenyidőnk ezt a videót részben a Holdó Év Fesztiválra is készítjük, úgyhogy ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy például ti otthon a Holdó Évet ünnepítek? Igen, teljesen. És mit csináltok? Hát akkor van egy nagy családi vacsora, és igazából az a lényeg, hogy leülünk, és együtt van a család, kajálunk, megnézzük a műsort a tévében, tudod, a új év, a Holdú éves ilyen esti műsort, és akkor igazából ennyi. Ez olyan, mint a szilveszter, vagy a karácsony, vagy inkább a karácsony.
Már alig várom az eredményt hirdetés. Nem tudom, mi a végeredmény, de nagyon várom. Így feszülök. Lássuk a színvonalat. Tudját befogni? Első helyzet. Köszönjél jó csajjal! Jó csaj! Gratulálok! Örülök! Köszönöm szépen! Köszönöm! Magadnak! Ugyan!